Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Bolenszki Szonya vagyok, a képernyő bal oldalán pedig Szentes Robert. Szervusz Robert, Isten hozott, szeretettel üdvözöllek. Egy különleges alkalom miatt gyűltünk itt most össze ketten tulajdonképpen, mert hogy a magyarországi pályafutásod, vagyis inkább úgy mondanám, hogy munkásságod, ugye mérföldkőhöz érkezett, mert hogy végre elkészült a várva várt első magyar nyelvű online kurzusod, és azért mondom, hogy első, mert én nagyon bízom benne, hogy lesz második, meg harmadik, meg negyedik, meg ötödik, és így tovább. És ugye a kurzussal együtt a magyar nyelvű weboldalad is elkészült, úgyhogy most azok, akik eddig nem tudták, hogy hogyan lépjenek veled kapcsolatba, vagy esetleg nem használtak Facebookot a weboldaladon keresztül, most már könnyedén fel tudják venni veled a kapcsolatot, illetve az online kurzust is megvásárolhatják. Én abban a szerencsében részesültem, hogy belesettem ebbe a kurzusba, és azt kell mondjam, hogy bámulatos, tehát wow. De miért elkezdünk róla beszélni, hogy pontosan mi minden tartalmaz, szeretném, hogyha egy kicsit így a sztori hátterét, vagy a történetét elmesélnéd annak, hogy hogyan zajlott az elmúlt több mint fél év, onnantól fogva, hogy az első magyar nyelvű YouTube videódat láthattuk, ugye a Komáromi Mikinek az oldalán keresztül, a mai napig, vagy eddig a pontig, hogy már magyar nyelvű online kurzusod van, és magyar nyelvű weboldalad, mert hogy eddig az elmúlt 13 évben egy nagyon komoly transformációs coach pályafutást futottál be, ugye Amerikában, de úgy gondoltad egy ponton, hogy most akkor így a saját anyanyelveden, a saját gyökereidhez fordulsz, és velünk osztod meg a tudásodat. Szia, Szanya! A magyarországi belépésem az egy ilyen felső sugallat volt. Az egy olyan sugallat volt, hogy még látszik is az első videóimból, én kialvatlan szemekkel, kinn a sivatagban, hajnali 6-kor, még kávé előtt mondtam, hogy oké, meg kell, hogy mutassam magam, hogy mutatkozzak, és hogy megismertessem magamat az emberekkel, és ahogy talán hallottad több videóból, nekem, ami föntről jön, azt én csinálom. Tehát ez igazán az a szólás Krisztusi tudatosság, tök mindegy, hogy milyen gyűrött vagyok, megyek, csinálom. És nagyon örülök, hogy csináltam. És ahogy egyre több emberrel találkoztam, egyre nagyobb igény mutattak a kedves magyarok arra, hogy igenis ez egy, szeretnék tanulni, szeretnék csinálni. Nagyon sok a klienssel dolgoztam már, akik jó háttérmunkát végeztek már, viszont egy elakadásba találták magukat, és emiatt mutattam nekik egy új logikát. Igazán egy teljesen új logika szükséges ahhoz, hogy bizonyos szint felett áttörjünk, és ezt örömmel teszem, mivel én is, ahogy egy megfigyelő vagyok, így nézem már az embereket, meg nézem a gyógyulásnak a mechanikáját, magam is emiatt tudtam meggyógyulni, hogy ráláttam, meg megtanultam egy olyan logikát, ami majdnem, hogy az ellenkezője, amit eddig tanultunk. És nagyon-nagyon örülök ennek a nagyon komoly transformációknak, vagy ennek sok transformációnak, amit én látok a klienseken át és az embereken át, hogy hogyan tudnak szorongásokat, félelmeket, régi traumákat úgy feldolgozni, hogy az ne rezegjen többé, hogy az tényleg a múltban maradjon, hogy az ne egy fájó pont legyen, hanem egy tanulság, egy jó él, egy olyan szinten egy tapasztalást legyen, ami segít az embereknek fejlődni, és nem egy visszahúzó erő. Értem. A kurzusnak az a címe, hogy Viszlát szorongás, hello új élet. Kinek ajánlod ezt a kurzust? Ki az, akinek ez segíthet? Milyen problémával forduljanak, vagy vásárolják meg az emberek a kurzusodat, vagy nevezzenek be rá, és csinálják végig azt a nem kevés önmunkát, amit egyébként a kurzus tartalmaz? Ezt a kurzust azoknak ajánlom, akik szeretnének tényleg egy megoldást, egy igazi, működő megoldást találni a szorongás feloldására és elengedésére, a régi traumáknak az elengedésére, mert említettem, hogy teljesen más logika szerint működik a trauma, mint azt mi hisszük, és ajánlom azoknak, akik már úgy igazi megoldásra várnak, akik tényleg azt mondták, hogy tudod mit, elegem van
a szenvedésből. Szeretnék kitörni, szeretnék áttörni, szeretnék tanulni valami újat, és általában ezek az emelkedők, ezek azok az emberek, akik úgy látják, hogy van az életnek értelme, még akkor is, hogy egy kicsit nehéz. Nekik ajánlom. Akiknek van szorongása, de már nem szeretnék, hogy legyen. Akiknek van traumája, de már szeretné, hogy rálásson egy olyan magasabb szintről, amivel meg tudja oldani. Akkor nem specifikusan csak szorongásos vagy pánikrohamos problémákra, hanem egyáltalában bárkinek ajánlod, aki úgy dönt, mert mondjuk nézte a videóidat, és most már tudja, hogy a traumaoldás az létfontosságú napjainkban. Tehát bárki benevezhet, és azt mondja, hogy na én ezt most végig csinálom, akkor is, hogyha nincsen pánikrohamom, vagy nincsen semmi komoly problémám, de én ezeket a technikákat meg akarom tanulni, mert hasznosak lehetnek a számomra. Jól értettem, akkor mindenki számára tulajdonképpen. Igen, mindenkinek rengeteg traumája van, és most, hogy az új föld úgy egy alakul át, és jön be az életünkbe, vagy úgy megjelennek dolgok, nagyon sok bújtatott történetünk és traumánk, és a pánikroham is most jön a felszínre. A pánikroham nem mindig azt jelenti, hogy tényleg a szív, tudod, így érzed a mellettben, hogy valami történik, hanem az is, hogy sokszor az ember nem mer elmenni, nem mer autóba szállni, nem akarja, tehát a társasági élete is megakad. Az is egy típusú pánikroham. Sokszor a pánikroham úgy is megjelenik, hogy emésztési gondokon, vagy attól azzal küzd a személy, azzal küzd az egyén. És a pánikrohamnak, tehát a logikáját és a trauma logikáját, amit én 13 évig dolgoztam ki, azt adom át különféle technikákon is, hogyha rálátunk erre a logikára, akkor lesz igazán lehetőségünk megszabadulni ezektől. Tehát nem minden, bocsáss meg, nem minden pánikroham agresszív, nem minden pánikroham az a romboló, amik úgy érezzük, hogy a ház esik ránk, hanem vannak nagyon kifinomult verziója is, aki mindenkiben ott van. Igen, igazából én csak tanúsítani akartam, hogy az a technika, vagy azok a technikák, meg az az elmei logika, amit te tanítasz nekünk, amit tőled hallottunk, az annyira hiánypótló volt, úgymond ezen a pszichospirituális piacon, mert nekem is az volt a tapasztalatom, hogy nagyon jól tudok diagnózist felállítani, tök jól meg tudom látni, hogy miből mi lett, honnan erednek a problémák, de aztán ott álltam mindig, hogy jó, és akkor most mi van? Akkor most ezt hogy fogom feloldani? És akkor jöttél te a videóiddal, és a magyarázattal, és ezzel a logikával, és akkor én is azt mondtam, hogy wow, hát ez kellett nekem. Korhatáros egyébként ez a kurzus, például kamasz gyerekek, 16-17 évesek is már bátran csinálhatnák, vagy azért azt mondod, hogy az még nem? Olyan szinten korhatárosnak tartom, hogy túl fiatal gyermekeknek még nincs meg az élettapasztalatuk, meg a szókincsük, hogy ezt kövessék. Úgy alkottam meg ezt a kurzust, hogy a 16-17 éves kortól kezdve már alkalmazható, mert nekik van annyi élettapasztalatuk, hogy már látják azt az érdekes, bújtatott, meg kacifántos logikát, amiben néha úgy megtaláljuk magunkat, tehát természetesen minimum 16 vagy 17 évet kérek, az a korhatár, és akkor azon felül persze a felső határ olyan nem létezik. Nyilvánvalóan. Beszéljünk akkor magának a kurzusnak a tartalmáról, mert hogy ez egy ilyen nagyon komoly kis Mikulás csomag, egyébként pozitív értelemben természetesen, tehát mindenféle finomság van benne, ahogy én nézegettem, így a hipnózisoktól kezdve, nagyon-nagyon sok technikán át, de akkor kérlek, mondd el nekünk, hogy hogyan alkottad meg, és mit tettél bele, és hogyan építetted föl, és miért úgy építetted föl, ahogy felépítetted. Okay. 13 évet tanítok már az Egyesült Államokban, coachokat, terapeutákat és magánembereket is. Az én fejlődésem alatt, mint egy coach, meg egy tanár, rájöttem egy nagyon érdekes és nagyon fontos logikára. És ez a logika először mindig egy kis háttértörténet, egy kis háttérlogika, hogy hogy működik a világ, hogy működik az elme, hogy működik ez is. És ezt betettem a kurzus elején, mert nagyon fontos. És utána meg átadok, vagy átadtam olyan technikákat, amik nagyon-nagyon fontosak, és tényleg, hogy te mondtad, hiánypótlóak.
Tehát én nem vagyok igazán már az a csöndes megfigyelő, ami voltam, már elég, de nagyon-nagyon megfigyelek, és tudom tényleg, hogy mire van szükség az embereknek, mire van szükség az emberiségnek, és viszont mi az, ami hiányzik. És tudom azt, hogy nagyon sok rétege van az elmének, nagyon sok rétegben le van rakódva a régi emlék, nagyon sok rétegben le van rakódva az ellenállás, a trauma, és úgy tervezte meg a programot, hogy minden rétegre adjak valami megoldást. Akkor, ahogy mondtam, a jelentős érzelmi eseményekre, akkor vannak elakadt érzelmek, akkor vannak elakadt gondolatok, és mindenre adok egy olyan rálátást és egy technikát, hogy aki ezt alkalmaz, ezeket a technikák, meg ezt a logikát, tényleg azt mondja, hogy eszméletlen, hogy milyen gyorsan ki tudok szállni, a problémában még akkor is, ha 20 éve már csinálom. Benne vannak a magyar nyelvű hipnózisok is, ahogy láttam, ami eddig szerintem nem volt. Tehát hozzáférhető, YouTube-on keresztül hozzáférhető magyar nyelvű hipnózisodat még nem láthattuk, csak angol nyelvűt. Hát őszintén vért izzadtam, tudod? Tehát én ezt angolul tanultam, és nagyon-nagyon hálás vagyok mind neked, mind Miklósnak, mert tényleg az elmúlt 6 hónapban olyan ilyen szeretetteljes, de nagyon profi háttérmunka folyt itt, ahogy ti segítettetek nekem magyarul. Tehát én mindent először megírtam angolul, és azt átdobtam a kerítésen, ti meg nagyon kedvesen segítettetek lefordítani, meg értelmezni, mivel én ezt angolul tanultam, és nekem úgy jön automatikusan, tehát a mai napig nekem úgy jön le. És a hipnózisokat úgy gyártottam le, úgy készítettem el, hogy nagyon speciálisan ismerem a háttér pszichológiát azoknak az elakadásoknak, a szorongásoknak, a traumáknak, a feljövő kacifántos és ilyen ismétlődő gondolatoknak, és a hipnózison belül oldom azt, de minden hangsávban alul használok Grabovoi kódokat, és használok a krisztusi irodából parancsokat, hogy minél hatékonyabb legyen az anyag. A hipnózis anyagokat ugye azért csináltam, hogy miután már tudod, volt oldás, a trauma oldás, tehát rálátunk egy új logikára, hogy nem mindennek fogjuk látni a logikáját. Nem is az a lényeg. Ezek ilyen segédeszközök. Ez olyan, mint egy kis, tudod, elemózsia csomag, amikor az ember érzi, hogy valami feljön, semmi gond, bekapcsolja a fülest fel, és akkor megnyugszik, meg elengedi azt a réteget is. Tehát még egy például, még szubliminálisokat is be, a szubliminálisoknak az a lényege, és az a különbség a hipnózis között, hogy nem kell fülessel hallgatni, betehetjük a háttérbe, főzhetünk, fürcsizhetünk, fürödhetünk, tudod, bármi, és engedik el a szorongást, és tényleg adják vissza azt az utat, az ősbizalmat, amit most már jó hosszú ideje elveszítettünk. Tehát átgondoltam egy nagyon precíz logika szerint, hogy az embereknek nincs ideje arra, hogy húzzuk ezt meg mindenre. Tehát átadtam egy olyan profi tudást itt, hogy tényleg aki ezt használja, és egy kicsit ráfekszik, egy kis energiát fektet bele, és megtanulja, akkor nagyon komoly áttörésekre tesz szert. Abszolút érezhető, hogy ez nagyon, nagyon más, mint minden meditáció vagy hipnózis, amihez egyébként hozzá lehet férni. Én magam sem tudom megmagyarázni egyébként, hogy miért, de valamiért üt. Nagyon tudhatni, és látom én is a kommentekből, meg a visszajelzésekből, meg ugye sokat megosztasz velem, és látom, hogy ez másoknál is így működik, viszont ez az egész kvantumkódok, meg szubliminális, meg egyéb kódok, ez nekem egy kicsit kínai. Ez egy kicsit el tudod magyarázni, hogy ez pontosan mit jelent? Hogy hogy működnek ezek a kódok? Vagy hogy alkotod meg őket? A Grabovoi kódokat az ember már ismeri, ugye? Az a lényeg a Grabovoi kódoknak, hogy minimum krisztusi tudatossággal kell rendelkezni azoknak, akik mondják. Ezért ez nagyon nehéz. Tehát megvan nekem is a könyve, és az a lényeg, hogy minden problémára, anyagi, testi, kapcsolatbeli, vagy bármiféle szorongási problémára van egy úgynevezett isteni, azaz teremtői kód. És ezt a Grabovoi nagyon szépen összefoglalta, és akkor én azt leteszem egy nagyon halk hangsávba, az, hogy az is oldja. A Grabovoi kódokat azért használom, mert az pluszba ad még a hallgatónak egy komoly áttörést.
akkor a Krisztusi irodában a kódok, azokat meg én a technikáimmal és a metodikámat alkalmazva nagyon-nagyon halkan, finoman, ami szubliminálisan segítek a hallgatóknak úgy áttörni a Grabovoi kódokon felül, hogy az a meditációs hangsáv az mindenképpen jó irányba hasson. És ezeket ismétlem sokszor, ezeket a Grabovoi kódokat, meg a Krisztusi irodai parancsokat, nagyon precíz, ilyen kvantum logika van azokban, és akkor az fut az alsósában, és akkor a felsősában, a meditációk alatt, ami hallható, az pedig egy hipnotikus történet, ami szintén egy újabb réteget old, egy picit lefoglalja az egót és annak a tudott trükkjeit, de igazán abban a hipnotikus sávban is van rengeteg gyógyulás, abból is jön, mert az elmét áttereli egy metaforikus vagy egy szimbolikus módon olyan gondolkodásmódra, hogy a régi problémát elengedhesse. És akkor képzeld, hogy van ez, meg van az alsósáv, meg a legalsósáv, és azért ennyire, ahogy te mondtad, ütős, mert ismerem a logikáját. Nagyon sok éve tanítok már coachokat, meg magánklienseket is, és én mindig mondom, hogy az igazán jó coach az két dolgot tud. Az egyik, ami nagyon fontos, a problémának a pszichológiáját. Hogyan hoztuk létre azt a problémát? És ha ezt tudjuk, és utána vissza tudjuk görgetni a szálakat, akkor megoldhatjuk a problémát. És a másik, amit mindig mondtam a coachoknak, hogy ami nagyon fontos tudni, hogy az önszabotás logikáját. Ha tudjuk, ez a kettővel fel tudjuk szabadítani magunkat és az emberiséget az elakadástól. És mind a kettő anyagot betettem ebbe a kurzusba, már rámutatok a logikájára az önszabotásnak, rámutatok a logikájára a traumáknak, az elakadásoknak, és ezért ilyen ütős, ezért ennyire hatékony. Jól értettem akkor, hogy nem csak ágyban fekve párnák között lehet ezeket a hipnózisokat, vagy hipnotikus meditációkat csinálni, hanem akár kisebb tevékenységeket is lehet közben végezni, mondjuk vezetni lehet közben? Abszolút nem, abszolút nem. Kettő típus van. Van a hipnotikus meditáció, az füles ágyba párnák között. Mm-hmm. Tehát ott nem szabad semmit csinálni, és vannak szubliminálisok, amiket mm-hmm. lehet a háttérben hallgatni, főzés közben, takarítás közben, és a tudattalan elme, meg a tudatalatti elme azokat hallja, és pozitívan reagál rá. Tehát két kategória van. Értem. Egyiket se javallom vezetés közben. Jó. Oké. Okay. Ez a lényeg. Jó. Megértettem. Amit még akarok kérdezni tőled feltétlenül, hogy aki végigcsinálja a kurzust, milyen eredményekre számíthat? Aki végigcsinálja a kurzust, és ez olyan, hogy ezt nem egyszer kell csinálni. Látod, az ember visszamegy ehhez a technikához, ahhoz a technikához, ahhoz a technikához, az eljut egy olyan pontra, hogy az életnek lesz értelme. Visszatalál önmagához, és megtalálja azt a személyes erőt, amit lehet, hogy régen konfliktusban, traumatikus szituációkban megtagadott, elutasított, vagy valamilyen szinten úgy elidegenített tőle. Magabiztosságot talál az ember. Visszatalál önmagához, és megtalálja azt az igazi énjét, aki rátermet, és aki szereti az életet. Aki másokhoz is kedvesen, szeretetteljesen tud viszonyulni, és igazándiból egy olyan erő, jó, tehát ez az tudatalatti erő, meg szeretet, meg a biztonságérzést fog tapasztalni az az ember, hogy nem lesz már az a rezgés, hogy bevonunk nem kívánatos eseményeket. Fölmegyünk rezgésben, sokkal nagyobb idézőben biztonságban érezzük magunkat, sokkal többet fogunk tudni jó irányba teremteni, és egymáshoz való viszonyunk is, és radikálisan, pozitívan változik. Aki szeretne veled kapcsolatba lépni, akkor mostantól fogva magyar nyelvű weboldaladon keresztül ezt megteheti, ha jól értettem. És mi az, milyen információkat találhatunk még a magyar nyelvű weboldaladon? A magyar nyelvű weboldal összefoglalja egy picit így a hátteremet, hogy a munkásságomat, meg hogy honnan jövök. Nagyon komoly megpróbáltatásokon volt, vagy tapasztalat, vagy kellett, hogy átmenjek,
És a magyar weboldal akkor a kurzust is tartalmaz, amin keresztül meg lehet vásárolni, a kapcsolatfelvétel is lehetséges, ott az egyik kis a fülecskén keresztül, és a magánkliensek, hogyha valaki magánkonzultációt szeretne, akkor azon keresztül ezt megteheti. És szeretnék még egy ilyet, de ez még egy kicsit, ez még nincs kiforva, de majd megoldjuk, ilyen kérdez-felelek találkákat, és ahol az emberek feltehetnek úgy kérdéseket, hogy tényleg meg tudjon válaszolni, és kapjanak professzionális, tapasztalt, segítőkész, gyakorlatias válaszokat, hogy ne csak a spirituális szintjén analizáljuk, hanem legyen benne egy kézzelfogható megoldás csomag is. Jó. Még egy utolsó kérdésem van. A jövőre nézve, mik a következő célok? Ha vannak ilyenek. Oké. Most be kell kapcsolódjak. Jó? Egy kicsit így fent. Ről. Az emberiség szereteteljes kísérése, az emberiség szereteteljes támogatása és régi rossz ősi programok végleges felülírása, azaz eltávolítása. Én nem szeretek felülírni programokat, én megoldok, elengedek, és ezért tud az ember igazándiból önmagához, az utat önmagához megtalálni. Az a célom, hogy minél több hát segítsek az emelkedőknek, hogy segítsek az embereknek, és hogy minél inkább az én jelenlétemmel és az általam megtanult tudással tudjak segíteni azoknak, akik ezen az úton járnak. Hiszem, hogy ez volt a lehető legszebb végszó, amit csak lehetett. Hát legyen így. Köszönöm szépen, Robi. Nagyon örültem, hogy láttalak, és akkor remélem, hogy hamarosan találkozunk ismét. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és szép estét kívánok neked, szép napot kívánok neked, Robi. Szia. Köszönöm szépen, viszont. Köszönöm.